Számomra semmi nem mehet az alvás rovására, úgyhogy reggel körülbelül maximum 10 percet szoktam a sminkelésre szánni, így ebben a videóban egy nagyon egyszerű, természetes, minimál sminket fogtok tőlem látni. Az egész nap tartó smink alapja a hidratálás, úgyhogy a bőrtípusotoknak megfelelő hidratálót érdemes kiválasztani. Én egy olyat használok, ami igazából a pórusokat kicsit összehúzza, illetve segít a mattításban. Az elmúlt években egyetlen egy olyan alapozót sem találtam még, ami hasonló lenne a MAC Face and Bodyhoz. Szerintem ez az egyetlen olyan alapozó jelenleg még mindig a piacon, ami úgy néz ki, mint a bőröd. Teljesen beleolvad, úgyhogy én ezért szeretem egy kicsit jobban belenyomkodni, beledolgozni az ujjaimmal az arcbőrömbe. Az alapozó az alacsony fedésű kategóriába tartozik, így szerintem akár 3 réteget is nyugodtan feltehet az, aki esetleg kicsit erősebb sminket szeretne. És éppen ezért, mivel ennyire folyékony, ezért szeretem az ujjaimmal eldolgozni, mert hogyha szivacsra teszed, vagy ecsetre, akkor az túl sokat felfog belőle. Az alapozó annyira vékony, hogy inkább helyette korrektort szoktam használni azokon a helyeken, ahol esetleg kicsit több a bőrhiba, vagy kijött egy-egy pattanás. Ezt csak az ujjaimmal fogom felütögetni. Szemem környékére nem szoktam a hétköznapokban korrektort használni, azt tapasztaltam, hogy nap végére sokkal szebben néz ki a smink, hogyha az ilyen mozgó részek szabadon vannak hagyva. Szeretném a smink egyszerűségét megőrizni, így bronzosítani, illetve kontúrozni nem fogok, helyette inkább egy sötétebb árnyalatú korrektorral emelem ki az arccsontomat. Ez általában egy ilyen vastagabb, tömöttebb, rövidebb szőrű alapozó ecsetet szoktam használni. Amikor megvettem ezt a szemöldök ceruzát, nem sok esélyt adtam arra, hogy ez nekem be fog válni, viszont azóta minden nap ez az egyetlen olyan dolog, amit folyamatosan használok, és jobban szeretem, mint az eddigi bármelyik terméket, úgyhogy ez a laminált szemöldököm már most jelenleg tökéletesen működik. Szempillagöndörítésről nem szeretek elfeledkezni, akkor, amikor csak szempillaspirált viselek, sokkal jobban kinyitja a tekintetet, és hosszabbnak tűnnek a szempilláim. Ez a rúzs, ez már megjárta a hadak útját, mint látjátok, már alig van belőle valami, de nagyon-nagyon szeretem, ez a MAC-nek a Kinda Sexy árnyalata, és ezt fogom használni a számra, illetve pirosítóként. Az ajkaimon csak az ujjaimat dolgozom el, az arcomon pedig egy duó ecsetet használok. A Face and Body alapozó az elvileg minden bőrtípussal működik, azért én azt vettem észre, hogy az én kombinált bőrömön ez kifényesedik, úgyhogy azokon a részeken szoktam mattítani át tetsző púderrel. Ennyi lett volna az én maszkbarát, munkahelybarát sminkem. Minél kevesebb, szerintem annál jobban néz ki a nap végére. Mostanában amúgy is egy kicsit rámentem erre a természetesebb vonalra. Remélem, hogy tetszett a videó, ebben az esetben hagyjatok egy lájkot, vagy hagyjatok egy kommentet. Sziasztok!